Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ez a Fehérvári Beszélgetések extra, hiszen az elmúlt hetekben már megtapasztalhatták, hogy a 70. születésnapját idén ünneplő Alba Régia táncegyüttes legendái a vendégeim, a táncegyüttes, tehát táncosok, koreográfusok, vezetők, tánckarvezetők, és természetesen szükség van arra is, hogy megismerkedjünk, illetve felidézzük, hogy mi mindent tett az együttesért a zenekarok. Itt voltak a Tilinkó tagjaik, Neifel György, Neifel Imre. Aztán itt volt Juhász Zsófi, aki a Szettevette prímása és vezetője. Most pedig itt van velünk egy csodaszép ifjú hölgy Darányi Ági személyében, akinek a Galibát köszönhetjük, illetve azt, hogy a Galiba megalakult, és hosszú-hosszú ideig alapvetés volt a mi lelkünkben, illetve a mi népi kultúrát szerető köznapjainkban, hogy a Galimba mindig ott van a táncegyüttes mellett. Szervusz, Ági! Szervusz, és nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, és mindenkit természetesen szívélyesen köszöntök. No, hát ahhoz, hogy valaki prímás legyen egy népzenei együttesben, és ráadásul egy ilyen remek népzenei együttesben, ahhoz azért kellenek a kezdetek. Kell az elindulás, az a gyermekcipő, amikor először hangszert fog valaki a kezében, és eldönti, hogy az a hangszer milyen hangszer legyen. Igen. Ez nálam úgy kezdődött, hogy Kossuth Lajos általános iskolában jártam, Öreghegyen, és énekzene tagozatra. És második osztályosok voltunk, az egész osztály nagyon-nagyon szerette természetesen a zenét, és kijött hozzánk az iskolába Bódi Árpád, tanár úr, Árpi bácsi, aki a mi közreműködésünkkel létrehozta itt a Székesfehérvári Bakony Népzenei Együttest, tehát a mi osztályunkban mondhatom, hogy több mint a fele körülbelül elkezdte akkor a zenetanulást valamilyen hangszeren. Nagyon sokan mentek furujára, zongorázni is tanultak természetesen, de a hegedű is nagyon-nagyon sokaknak szerepet játszott az életében. Talán ez volt a kezdet a furuja, igen, főleg ugye a kisebb gyerekeknél. Kezdetekben azonban zeneiskolába jártam én iskola után külön órára, akkor klasszikus zenét tanultam. Klasszikus zenéből 6 plusz 4 továbbképzett, 10 évet tanultam. Megalapozta nyilván ez is a hangszer tudásomat, a hangszerben, a hangképzést, vonókezelést, tehát mindent. De közben ugye megjelent Árpi bácsi is, aki megmutatta a másik oldalát, tehát nem a klasszikus zenét, hanem a népzenei vonulatot. Nagyon-nagyon élveztük a akkori osztálytársaimmal ezt az egész zenekart, azóta is nagyon szorosan összetartozunk, mondhatni így, tartjuk a kapcsolatot, és ez a párhuzam nagyon sokáig működött, ugye, mint ahogy mondtam, középiskola végéig jártam a klasszikusra, tehát gyakorlatilag 10 évet elvégeztem, de mellette egyre inkább nagyobb szerepet kapott a népzene, és nagyobb hangsúlyt az életemben, ami aztán azután így is folytatódott. Igen, de ne szaradjunk még előre, hogy választottál hangszert, tehát miért a hegedűt választottad? Van erről emléked? Van, ez egy elég érdekes, én zongorázni szerettem volna. És akkor a zeneiskolába elmentünk, meghallgattak mindenkit, zenei felvételi, ritmus, éneklés, mindenféle tekintetben felmértek bennünket, és akkor azt mondták, hogy próbáljam meg a hegedűt, bár minden elismerésem természetesen a zongorásoknak is, mert hiszen elismerem és szerettem azt a hangszert is, akkor azt mondták, hogy nehezebb a hegedű, mert hiszen nincsenek készen a hangok, a hangszeren minden milliméternek, század milliméternek szerepe van. Próbáljon meg azt, mert nagyon jó a hallásom. Most ez nem dicsekvésképpen, és akkor így alakult a hegedű, amit azonban nagyon meg is szerettem. Mi minden kell ahhoz, hogy valaki kvalitásos hegedűs legyen, hegedűművész, ifjú hegedűművész legyen? Hiszen ugye beszéltél róla, hogy itt minden század milliméternek jelentősége van. Igen. Hát nagyon-nagyon számít nyilván a hallás, ritmusérzék, meg a zenének a szeretete, illetve szerintem valamilyen szinten biztos, hogy én azt merem mondani, hogy a genetika, hiszen nekem édesapám is hangszerekkel játszott, tehát apai ágon, ő harmonikázott, hegedült is, nem is tudom, még valami volt neki, most nem jut eszembe, de volt hegedűje is, illetve anyai ágon a nagypapám gitározott, hegedült. Tehát akkor büszkék voltak rád. Úgyhogy igen. És bólintottak, hogy... Igen, bólintottak, nagyon-nagyon szerették. No, és ugye beszéltél Árpi bácsiról, de nem választás elé állított benneteket, hanem megtetszett. De hogy tetszett meg, aki valaha is klasszikus hegedűvel foglalkozott, a népzene
hiszen teljesen más stílust kíván, más hegedűt kíván, mások a dallamok, más felkészültség, más ritm, minden más, ugye? Minden más, igen. Merem mondani, hogy minden más. És hogy szerettél bele? Hát, hogy szerettem bele? Szerintem, aki egyszer úgy igazán meghallgatja és részt vesz benne, nem tudnám bele szeretni, én azt mondom. Szeretem a klasszikus zenét még most is, de ha bármikor is választanom kell a kettő közül, hogy mit hallgassak, mi az, ami tényleg megnyugtat, amiben ki tudom élni magam, és ha feszült vagyok, akkor is úgy jövök ki utána, hogy kipihenten, feldobódva, vidáman, az a népzene. Tehát valahol szerintem ez a gyökereinkben rejlik, hogy amit ugye magunkban hordozunk. Szerintem, ha egy ember meghallja és magáévá teszi, valamilyen szinten is nem tud már elszakadni tőle. Melyik volt az a pillanat, amikor véglegesen eldőlt, hiszen azért egy ifjú hölgy már döntéshelyzetbe kerül, ugye 18 esztendősen, hogy na most akkor választanom kell. És te népzenét választottad, én azt mondom, hála Istennek. Ez hogy történt? Népzenét választottam, igen. Felmerült az is a tanulmányaim során, hogy klasszikus ágon menjek tovább tanulni, tehát mindenhez hozzáteszem azt, hogy gazdasági szakközépiskolába jártam, de az érdeklődésem meg a szívem inkább a zene felé húzott mindvégig. Sajnos nem sikerült a népzene tagozatra jelentkeznem, hogy úgy mondjam, családi és egyéb körülmények ezt nagyon befolyásolták abban az időben nálam, de mégis ez maradt az, ami meghatározó volt az egész életemben. Tehát a munkahelyeket utána később mindig úgy váltottam, hogy ez a zene, az gyakorlatilag ami a plusz volt, ami a hobbi volt, szinte az volt a meghatározó. Nyilván. És akkor jött a népzene. Melyik volt az az első formáció, vagy egyáltalán volt-e példaképed a népzenei együttesek közül, akin azt mondtad, hogy szeretnék hasonlítani, ha nem is hasonlítani rájuk, de hasonlóképpen olyan szinten, olyan magas szinten űzni, mint a fehérváriak? Ha példaképet kell említenem, kezdem az alapoknál. Én nagyon sokat köszönhetek a Tilingó zenekarnak. A Juhász Zsófival együtt, ugye, egy középiskolás korunkban sokat játszottunk velük, elmentünk a táncházakba itt Székesfehérváron, beálltunk játszani a Gyuri mellé, ugye, Prímás mellé, tehát én nagyon nagy köszönettel tartozom nekik, illetve nekem, mint példakép, a Dűvő zenekar, akit úgy említhetek, főiskolás koromban is játszottam velük nagyon sokat, ugye Salgótarjánban végeztem, ahonnan ők is valók, és nagyon szoros barátságra tettünk szert, nem csak én, hanem az egész Galiba zenekar, jártunk hozzájuk hétvégenként tanulni, együtt muzsikáltunk, nagyon nagy élményekkel jöttünk haza mindig. Ha már a Galiba, tehát kimondtad a nevét, ugye az alap 1996. Igen. A megalakulásotok Kömüves Zolival és Csipikével, Csikós, igen, Petivel, tehát a Brácsás és a Bőgős barátunk. Ez egy remek csapat. Hogy jött a gondolat, hogy kell, onnét jött a név, és ugye elindult egy folyamat, ami egyre inkább magasabbra ívelt veletek. A megalakulásunk az úgy történt, hogy még akkor nagyon régen az Icarus táncegyüttesnél zenéltem én, egy Borsó Banda nevezetű zenekarral, akit szintén mi alakítottunk, hát abban Szőnyegi Tibor játszott még a Géza bácsi is sokszor beállt bőgőzni, Jeri Csandris bőgőzött, és én hegedültem, és a Csikós Péter pedig ott táncolt. És a húsával ők nagyon jó barátok voltak, osztálytársak is régről, és elkezdték autodidakta módon a népzenét tanulni bőgőn, illetve Brácsán. Akkor ismerkedtünk meg közelebbről, és az élet úgy hozta, hogy hát az a zenekar, illetve a táncegyüttes is kicsit háttérbe szorult, a zenekar megszűnt sajnos, és egy idő után úgy gondoltuk, hogy folytatjuk a zenélést, és így összeállunk ebben a formában, és kitaláltuk a Galiba nevet, ami hát onnan jött, hogy mindannyian nagyon szerettük a meséket felnőtt emberek révén is, és hát a Ludas Matyiban a Libának a neve volt a Galiba a hangjátékban, és nagyon-nagyon szerettük, és innen kapta a zenekar a nevét. No, tehát elkezdtetek együtt játszani, nyilvánvaló, hogy repertoárt kellett találni, függetlenül attól, hogy külön-külön azért mindenki ismerte már a népzenét, de el kellett indulni egy úton. Ez nyilván azért még zökkenőkkel járt, hogyha úgy mondom, hogy a teljesség igényével megismerhessétek először is a zenét,
másik oldalról pedig azt a zenét, ami kell ahhoz, hogy tudjatok együtteseket kísérni. Ez hogy ment? Így van. Eleinte összejártunk egymáshoz is próbálni, amikor csak ráértünk, illetve még a Gárdonyi Géza művelődési házban kezdtünk el próbálgatni. Aztán ugye mivel nekem Botos Józseffel is megvolt az ismerettségem, illetve a Tilinkó zenekar révén is az Alba régiában már kíséretet játszottam néha fellépéseken, így a táncháznak a felújítása után lehetőséget kaptunk mi is a táncházban való próbálásra. Tehát egyre többet próbáltunk, jöttünk a táncház épületébe, majd rengeteg eredeti felvételt hallgattunk, abból igyekeztünk tanulni, tehát nem ismert zenekaroktól inkább, hanem az eredeti zenéket hallgattuk, és abból szűrtük le azt, amit úgy gondoltuk, hogy jó és stílusos, és hát úgy gondolom, hogy egész jól sikerült számunkra. És előbb-utóbb Fehérvár környéki kisebb táncegyütteseket is kísértünk már, ahogy a repertoárium is növekedett, aztán az Alba Régia utánpótlás csoportjait kezdtük, igen, végül pedig tehát a nagy együttes. Ez egy út, folyamatos, igen, fejlődés. Igen. Ennek az áloga az, hogy egyre jobbak legyetek, hiszen ugye, ha jól tudom, akkor Alap és Bodajk is bekerült. Igen. Tehát az Alapi Művészeti Iskola az egyébként egy újdonság volt, hogy népművészettel ilyen szinten elkezdenek foglalkozni, uh-huh, egy olyan egy kicsi településen, és akkor a bodajki hangszintér pedig nem különben, az pedig az első olyan vidéki bázis a mai napig is, ami azt hiszem, hogy megsüvegelendő, mert hogy egészen kivételes, amit ott csinálnak Vörös Tamásék és igen, és mindenféle zenei stílus. És akkor jött az utánpótlás csoport. Mennyiben különbözik az, ehhez türelem is kell, ugye? Jól gondolom? Az utánpótlás csoportokhoz? Az utánpótlás csoportnak játszani. Egyrészt ők még játékosak, gyermekek, az ehhez tartozó tudatossággal, ha úgy tetszik, és azért egy zenekarnak azt kell tennie, amit a gyermekek, illetve hát a tánckarvezető, utánpótlás csoportvezetők kívánnak. Igen. Bizonyos értelemben türelem, de ez eddig sosem jutott eszembe ez a szó, de valóban kell hozzá türelem is. De annyi pluszt adnak a gyerekek, ahogy tényleg élvezettel, beleéléssel teszik a dolgukat, és nagyon-nagyon jó tanárok vannak ugye a táncházban. Tehát általában, amikor már zenekaros próbát szerveztek, semmi probléma nem volt a gyerekekkel. Odafigyeltek, mindenki tudta a dolgát, és mondom, számomra a gyerekekkel való foglalkozás, és például óvodás csoportok is, karácsonyi vagy évvégi műsorokon, piciknek, első-második osztályosoknak a kísérése egy külön élményt adott. De ez nagy kihívás egyébként. Más stílust igényel egyébként? Amúgy. A piciknek játszani? A piciknek játszani? Más, tényleg jobban oda kell figyelni, mert minden lépésük ő nekik még más. Ugye a nagy együttes már jobban megszokta azt, hogy van egy koreográfia, azt akkor is csinálja, hogyha a zene esetleg másképp szól, vagy a zenekar egy picit másképp játsza, vagy elrontja, mert természetesen emberek vagyunk, tehát ilyen is előfordulhat. De az icipiciknél nem lehet ilyen, mert ők teljesen ránk vannak hagyatkozva. Nézni kell, hogy milyen ütemben rakják a lábukat. Milyen a kapcsolat általában egy koreográfus, tánckarvezető és a zenekarvezető között, a zenekar között? Ezt te hogy érted meg? Én nekem ez irányban csak pozitív gondolataim vannak, illetve élményeim. Nagyon jó a kapcsolat, átbeszéltük általában a fellépések, illetve koreográfiák tanulása előtt az elképzeléseket, nyilván közben is alakítgattunk rajta, illetve ugye koreográfia közben mindig megvan az a táncos, illetve hát a táncosokat nyilván nézni kell, tehát a zenekar vezető is, aki utána a zenekar jön, tehát követi ritmusban, szünetekben, mindenhogyan ugye egymásra vagyunk hagyatkozva. Kell egy olyan tánckar, akit ugye én, mint primás nézek, és bármilyen mozdulatot lekövetek, a zenekar pedig engem követ le, tehát így valósul meg ez a teljes összhang közöttünk. No, egy bizonyos idő után a fenntartható fejlődés záloga, hogy új hangszerek is legyenek, tehát hogy kiegészüljetek. Ugye kellettek cimbalom, fúvós hangszerek és ütős. Hogy sikerült megszervezni azt a csapatot, ami aztán megint csak sikert sikerre halmozott? Hát itt is köszönettel tartozunk ugye a zeneiskolának, de hát székesfehérváriak vagyunk, mindannyian ott tanultunk valamilyen szinten. A cimbalmosaink is a zeneiskolából jöttek, Szabó Dani volt az első cimbalmos, aztán jött Mónos Róbert, és hát igen, jöttek a fúvósok, különösen Cserta Balázs, ugye ő a mai napig oszlopos tagja a zenekarnak, mindenféle fúvós hangszerrel játszik, és hát országos szinten elismert zenész lett belőle. Büszkék is vagyunk rá, mint zenekar is.
És ő neki az édesapjával, Cserta Gáborral is nagyon sokat játszottunk együtt. Aztán eljött az az idő, amikor hivatalosan is a táncegyüttes zenekara lettetek. Ez nagy lépcső ilyenkor? Igen, ez nagy nagyon nagy lépcső volt véleményünk szerint. Ez 2000-ben következett be, tehát 2000-től vagyunk hivatalosan is az Abba Regia táncegyüttesnek a kísérőzenekara. Egyrészt nagyon nagy kihívás volt, mert természetesen nyilván ahogy az együttesnek a színvonala is, tehát nem lehet összehasonlítani egy pici vidéki táncegyüttessel, a próbáknak a gyakorisága is megnőtt, illetve az előadások és a helyek, ahol megnyilvánult és előadásokat tartott a táncegyüttes, a megjelenés, tehát minden nagyon nagy kihívás volt számunkra. Ha azt mondom, hogy üvegcsárnás, sudridom, kanásztánc, perkátai verbunk, ugrós, lassú és friss csárdás, kecskekeresés. Tehát egy DVD-ről beszélek, amelynek te voltál a zenei rendezője, vezetője is. Ez nagy áttörés? Mit gondol ilyenkor egy együttes, egy zenekar? Hogy készül erre? Mi azért választottuk természetesen ezeket az általad is elmondott zenéket, mivel hogy itt élünk Mezőföldön. Ezek a mezőföldi zenék, amiket a Béres vagyok, Béres című könyv, kétkötetes könyvből is, tehát illetve eredeti hangzóanyagok alapján próbáltuk meg feleleveníteni, hogy hogyan hangozhatott ez eredetileg a sok-sok évvel ezelőtti zenekar előadásában, és egy új formát adni neki. Természetesen ezeket a dallamokat ezelőtt is játszották, de igyekeztünk az eredeti, tényleg az autentikus változatát megtalálni, és azt a változatát, amely nem annyira ismert volt, illetve olyan dalokat is válogatni, amit örömmel veszek egyébként, de szerintem nem csak én, hanem a zenekar is, amit azóta több zenekar is a magáévá tett, és addig nem hallottuk ezeket a dallamokat mástól. Rendkívüli sikerekben volt részed, aztán jött egy időszak, amikor nélkülöznünk kellett téged. Most erről nem beszélünk, viszont nagyon fontos, hogy visszatértek, tehát már próbáltok, mert hogy a 70 éves születésnap kötelezettségekkel jár. Nekünk az a kötelezettségünk, hogy szívből örüljünk, mert hogy ez teljesen természetes. Én azt hiszem, hogy minden város azt örülne egy ilyen ünnepség sorozatnak. A tiétek pedig a hangsúly, mégpedig azért, mert hogy azt gondolom, hogy a számtalan program közül az kiemelt, amikor ti ismét majd színpadra léptek így együtt. Igen, én is így gondolom, és nagyon várjuk mindannyian. Én személy szerint nagyon-nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek, és nagyon várom. Hogy őszinte legyek, az az időszak, amit említettél, hogy kimaradt az életemből, valóban volt egy pár év, amikor a zene az sajnos nélkülözésre került, nyilván költözés és egyéb családi körülmények is meghatározták ezt, de nagyon szeretném, hogyha az elkövetkezendő időkben nem lenne ez így, és nem csak a 70 éves műsor kapcsán, hanem a közeljövőben is jobban részt tudnék venni a zenekar életében. Belesimul a kezedbe a hegedű, nincs kétségem felőle, továbbra is. No, és fogunk találkozni, Ági. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy köszönöm. Minden Fehérvárinak, amit már számtalanszor elmondtam, egy egészen különleges év lesz ez. Így van, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Darányi Ági volt, a Galiba együttes prímása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.